Azt ígértük, mindenki hallott, hogy itt miről van szó, és mi nem azt akarjuk, hogy nagyon gyorsan leleplezzük Irinát, hanem azt akarjuk, hogy minél többet tudjunk róla úgy, hogy Irina nem tudja, hogy mi tudjuk. Igen, vergődjön egy kicsit a hálónkban. És, 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 és Latit arra biztattuk, hogy, hogy most építse fel a bizalmat, tehát hogy most már lassan mutassa meg, hogy ő is bízik benne, és megnézzük, hogy mikor van az a pont, amikor Irina pénzt kér. Uh -huh. És amennyiben pénzt nem kap, vagy Alaci más megoldást kínál, akkor arra, hogy reagál. Igen, de addigra meg jó lenne tudni, hogy mi van ezzel az Irinával, vagy ő igor-e igazából. <laughs> hát ez szerintem előbb-utóbb meg fogjuk tudni. Nos, ugye azt tudjátok, elmondtuk, hogy minden adatot, amit a Laci kapott, amit eddig e-mailezett a fényképeket, a hangfájt átküldtük keleti Artúrnak, kibervédelmi stratéga barátunknak, aki hát tegnap hosszú órákat foglalkozott ezzel az ügyel. Szia Artúr, jó reggelt, hello! Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok, hello! Szia! Na, hát ez egy nagyon izgalmas dolog. Az a jó ebben az egészben, hogy mindannyian tudjuk, hogy itt miről lesz szó, vagy miről van szó a végén. De mégis valahogy azért van bennünk egy picit nyomozgassunk. Először is így, így, így külsőre minek ítélted meg ezt a dolgot, amikor átküldtük neked tegnap ezt a halmot? Hát pontosan annak, aminek ti is, meg ami, ami, amit most nagyon, nagyon éberen észrevettek a hallgatók is, hogy na ez, az, ami, ez, az, ez az, amitől így meg kell szabadulni, mert ez, ez hát nagyon nagy valószínűséggel egy csaló próbálkozása. Igen, én is elsőre így ítéltem meg. Általában köztünk szólva ilyenkor mi szakértők nem is nagyon szoktunk tovább menni, mert egyszerűen nem, mi azt gondoljuk, hogy a az időnk az, az ennél egy kicsit drágább, ezeket gyorsan eltesszük, el de nyilván azért fontos dolog az, hogy erre felhívjuk a figyelmet, úgyhogy enne, ennek a kedvéért egy kicsit utána mentem a dolognak. Nagyon helyes. Egyébként utána tud-e menni bárki otthon, akinek egy picit gyanús a bejelentkező amerikai katona, vagy a bejelentkező orosz barátnő? Van-e olyan a, apró valami tanács trükk, amit te tudsz javasolni, amivel érdemes otthon egy, egy átlagos számítógép felhasználónak is, mit tudom, én, végigfuttatni valamit. Van-e ilyen? Hát igen, tudjátok, ilyenkor szokták bemondani ezekben a kísérletezgető ilyen videókban, hogy ezt senki ne próbálja meg otthon. De, de ezzel együtt abszolút értem az igényt. Amit ilyenkor érdemes csinálni, az az, hogy, hogy egy gyors Google-visszafelé image keresést azt érdemes lefuttatni. Ez már nagyon gyakran eredményre szokott vezetni. Ez azt jelenti, hogy a Google-be lehet képeket keresni, és oda fel kell tölteni ezeket a képeket, amiket mondjuk kaptunk. Érdemes az e-mail címre rákeresni. Általában a valami kukac valamire nem fog találatot adni, de mondjuk az e-mail cím elejére esetleg igen. Illetve, hogyha ez egy aktív felhasználó, akkor azért előfordulhat, hogy bizonyos fórumokban helyeken az ember talál azért e-mail címet, valamilyen aktivitást, illetve a közösségi oldalakon érdemes körbenézni egy kicsit. Nagyjából ezt érdemes megcsinálni, szerintem ennél többet valószínűleg nem érdemes beletenni. Az, hogy az ember nekiálljon egy magánnyomozgatni, noha elfogadom, hogy csábító dologról van szó, mert az interneten így nézelődni az egy jó pofa dolog, sőt, még van neve is, hogy ez az open source intelligence, vagyis egy nyílt forrásból történő kutatás, ezt elfogadom, hogy ez csábító, de én azért óvaintenék mindenkit attól, hogy neki álljon itt nyomozgatni. Főleg azért, mert mivel nem szakértő, ezért olyan dolgok, olyan következtetésekre juthat, ami nem biztos, hogy igaz, és a következtetésekből aztán lehet, hogy nagyobb baj lesz, mint az eredeti problémából, ha itt mit tudom én elkezdi szétkürtölni, vagy elkezd valakivel itten hőzöngeni. Igen, egyébként én, nekem régen volt olyan, hogy én kaptam gyanús e és akkor, de ez még nagyon ez tizen valahány évvel ezelőtt volt, és akkor volt egy IP cím program, ami elvileg legalábbis a szerverig visszatudja, és akkor azt kellett csinálni az e-mail címre, amiről jött az e-mail, jobb bal klikkel rá kellett klikkelni, ott megkeresni azt a bizonyos számsort, azt berakni ebbe a keresőbe, és akkor legalább annyit megmondott, hogy az az e-mail valóban Amerikából jött-e, vagy esetleg a szomszéd kerületből. É, Tehát, Ért, ez nem tudom, hogy ilyen működik-e működik -e ma, de például ebben az esetben fontos lehetne már azt is tudni, hogy ez egyáltalán Oroszországból jön-e. Igen, értem, amit mondasz, de sajnos ez egy, egy, nagyon régen még az IP címekkel tudtunk valamit kezdeni. Manapság már nem annyira jellemző, rengeteg szerveren keresztül mennek ezek az e-mailek, össze-vissza tárolgatják őket mindenhol, amióta felhőrendszerek vannak, meg különösen. Ráadásul mm -hmm. ezeket nagyon könnyű hamisítani, az e-mail címet is könnyű hamisítani, plusz ha valaki egy egyszerű VPN-t használ, akkor már nem lehet megmondani, hogy mi volt az eredet. IP címe, tehát én szerintem ebből Mire nagyon volt? sok rossz következtetésre jutnak. Plusz még mondok egy apróságot, hogy ha igazán profi az illető, akkor ezt direkt csinálja. A mi szakmánkban nagyon jellemző, hogy, hogy ki kell szűrnünk az ilyen false flageket, mi így hívjuk, az ilyen hamis jeleket, amiről lehet tudni, hogy ez azért van, vagy ki kell deríteni, hogy ez azért van, hogy minket megtéveszten. Tehát egy aki nem profi, az nagyon hamar ráfuthat egy ilyenre. Úgyhogy ebből, ebből nem fog kiderülni sok minden. Jó, akkor nézzük meg, hogy te mit derítettél ki, mi az, aminek te utána néztél. Hát én is úgy kezdtem természetesen, amiket elmondtatok, tehát az ember azért reménykedik benne, hogy hát, hogyha elszólta magát, tudjátok, mint a gyaloggalobban. De, de, de nyilvánvalóan én is áttekintettem, nagyjából arra jutottam, amire ti, hogy elég valószínű, hogy ez egy átverés, látszik a szerkezetéből az e-mailnek, hogy milyen. Meghallgattam a hangfájt is. Itt azért vannak még trükkök, például a egy profi stúdióval azért elég jó, hát ugye nektek ez a szakmátok itt a rádióban, azért végighallgatva egy ilyen felvételt egy-két dolog kiderülhet. Például, ami számomra egyértelmű volt, az az, hogy például a bitrátája ennek a felvételnek nagyon magas, és nagyon jó minőségűnek tűnik maga a felvétel is, gyakorlatilag szinte alig van háttérzaja, és azért ez nem normális. Tehát egy átlag ember, amik pláne egy ilyen helyzetben nem így szokott felvételt készíteni, persze ez nem biztos, hogy gyanús, de mindenképpen furcsa. Igen. Nah, ez, az, ez az, egyik, ami, amit észrevettem. A másik, hogy azonnal lefuttattam a, tehát a képeket, nem, először az e-mailt nyilván megnéztem, semmilyen eredményre nem vezetett, úgyhogy en, ezt már az e-mail úgyhogy ennek nem is volt értelme, nem is vártam tőle többet, és akkor utána megnéztem a képeket. A képek azok eléggé sokat szoktak segíteni, nem feltétlen csak úgy, hogy az ember milyen reverse berakja a Google keresőbe, hanem egyébként a rajta található dolgok is sokat számítanak, tehát ilyenkor, amikor az ember egy ilyen kutatást végez, érdemes egyébként mind a hangot, ha van, mind a videót, mind pedig magát a, a, képet egy kicsit belélegezni, ha értitek, mire gondolok. Tehát, hogy az ember megnézi kicsit alaposabban, hogyha amikor kutat rá, talál az eredetiére, vagy egy ahhoz hasonlóra, akkor észrevegye. Kicsit úgy, mint hogy egy mesterséges intelligencia keressek, ez természetes. Szóval nézegettem ezeket a képeket, és utána beraktam a keresőbe, semmit nem találtam. Egyébként pont ekkor beszélgettünk Gyurival is arról, hogy hát lehet, hogy ez egy ilyen vakvágány lesz. És aztán elkezdtem... Ez néz... egy igazi vágyódó orosz nő, <gül> <gül> aki alig várja, hogy hogy, hogy érezze a karjai között. Igen, tehát, hogy... még, még akár ez is lehet. Így van. Na, tehát Te ezen a ponton legalábbis. Na, és akkor utána egy, egy kicsit tovább mentem. Egyrészt megnéztem néhány olyan adatbázisban, amihez mondjuk úgy, hogy a publikum már kevésbé fér hozzá, viszont az e-mail címre nem találtam ott semmit. És ezek után elkezdtem olyan technikákat használni, ami, ami egy kicsit olyan szempontból szürkezóna, hogy például Amerikában van egy Clearview AI nevezetű szolgáltató, aki azzal foglalkozik, hogy begyűjti a világról az összes képet, a szószoros értelmében, az interneten, és ezeket egy mesterséges intelligenciába profilozza, eltárolja, és csak a rendvédelmi szerveknek adja oda ezt utána keresésre. Tehát hogyha valahol mondjuk egy, egy képet talál mondjuk egy kamerán a rendőrség, akkor az beteheti ebbe a rendszerbe, és az nagy valószínűséggel megmondja például, hogy melyik közösségi médiában, hol, stb. található meg az illető. Na most ehhez egyébként nincsen hozzáférés a publikum, nekem sincsen, tehát a rendvédelmi szerveknek van. Ehhez hasonló szolgáltatások vannak egyébként jobban elérhető formában. Tudom, hogy most nagy, nagy a vágy arra, hogy én most kimondjam a nevet, majd mindenki rárobbanjon, és akkor elkezdjen keresgélni, de nem fogom kimondani. Van több olyan szolgáltató, aki ilyet nyújt, és, az e és három szolgáltatót néztem meg, Ebből a kettőnél zéró találat volt, a harmadiknál viszont tömeges találat érkezett. Erre, a, erre ez, ezekre a képekre. Ezekre a képekre. Pontosabban, amikor a képeket jól. be kell tenni, és a képek azok az arc alapján elkezdenek keresni. Most van ebben egy kecs, egy, egy probléma az. Pedig az, hogy ezek az oldalak legalábbis a világnak egy jelentős felén letiltottak arról, vagy direkt nem csinálják, hogy a közösségi médiában keressenek. Tehát egy hatalmas nagy forrás, az kiesik ilyenkor, és marad uh -huh. a, a hagyományos internet. Ennek ellenére szokott találat lenni, mert ezért a közösségi médiából átszivárognak dolgok a webre, onnan a közösségi médiában, tehát hogy ez egy ilyen, egy ilyen élő valami, és itt viszont hát elég sokat kellett keresgélni, mert rengeteg kép volt az illető hölgyről, viszont ezek a képek, ezek e, ezekről egyiken sem volt ott a neve. Borzasztó idegesítő volt egyébként ez a, ez a dolog, viszont egy, egy bizonyos ponton az egyik oldalon át szivárgott a dolog az Instagramra, és ott megtaláltam a, a hölgyet, pontosabban a, azt a hölgyet, akinek a képét használja ez a csaló. Mert ugye, Aha. és itt van egy Tehát olyan... gyakorlatilag ezt a képet, hát nyilván erre számítottunk, valahonnan ő lopta, de nem is a szomszédját kérte meg, hogy ad az arcodat, hanem ezt a netről valahol leszedvén, Használja ilyen célokra. Nagy valószínűséggel igen. Ugye itt már egyre óvatosabban kell fogalmaznunk, mert ugye arra nincsen bizonyítékunk, hogy ő az illető, vagy nem, tényleg ő csinálta, vagy nem ő csinálta, a képét használják, vagy nem. De gyorsan tovább megyek, és akkor kikerekítem. Látni fogjátok a végén, hogy azért a gyanú azért elég erős. Az illető valóban orosz, egyébként nem fogom a nevét mondani. Annyit, annyit mondhatok róla, hogy a keresztneve az Olesia. És... Um, az, a, az illető egyébként egy teljesen boldog életet élő, ö, én feltételezem, hogy szintén áldozat, főleg ezért is nem szoktuk ilyenkor a, ezeket a... Véletlenül nem, 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 nem is tud róla, hogy használják a képét. Nem, ezt nem tudom, esetleg megkérdezhetitek tőle, hogyha gondoljátok. Tehát a, a lényeg az, hogy az Instagramon például van majdnem 30 ezer követője, láthatóan egy kis babával, mintha boldog család életet élne, és rendkívül gazdag... Instagram akkántja van, egy felépített üzlete, amivel foglalkozik, van egy kevésbé használt Facebook akántja, viszont van egy nagyon aktív úgynevezett v kontakte az egyébként Oroszországnak a Facebookja, tehát ez várható volt, hogy ott Aha. megtalálható lesz az illető. Na most, ezek után egy kicsit még tovább mentem, mert kíváncsi voltam arra, hogy jó, hát ha az ő arcát használják esetleg egy ilyen dologban, akkor történt-e már ez hasonló, és egyetlen egy nyomát találtam ennek, egy, egy francia oldalon, ahol öm, olyan, olyan, dolgokat listáznak, ugye ez nem egy nem egy 100 autentikus, tehát ezért is nem akarom mondani a nevét, de gyógyulódóan, ahol ilyen csalókat próbálnak föllistázni, és ebben a, ebben, ja igen, még egy fontos dolog, ez nagyon-nagyon fontos, a képek között, az Instagramos képek között megtaláltam az egyik olyan képet, amit amit az áldozatnak, tehát amit lacinak küldtek, tehát a kapcsolat egyértelmű, nem az, vagy hasonlít, meg úgy néz ki, meg konkrétan ilyesmi, konkrétan ez a kép, ez a kép egyébként 2019 december végén készült az egyik ezekből. Na most ezek után annyit tettem még meg, hogy. Megnéztem ezeket az oldalakat, és rátaláltam erre a, erre a francia oldalra, ahol egyébként egy másik szintén a hölgy Instagramjáról szedett, szedett képpel egy egész konkrét riasztás szerepel, csaló felhívás arra, hogy figyeljenek oda, csaló lehet. Tehát egy másik képével, egy teljesen másik névvel Próbált valaki visszaélni. Itt viszont ennek a csalásnak a leírásában viszont már eurók szerepelnek, minden látszik egy levél, amit, amit ez, a, ez a csaló Aztán. írt ezzel a képpel, és itt már, itt már komolyan megy a dolog, nem csak én ismerkedős valami, hanem itt már re hova repülök, mennyi euróért, mit váltok ki, Igen, hát csalás hát előtt állunk mi még. E még. Arthur, az a baj, hogy elfogyott az időnk, uh -huh. ha valami nagyon fontos van még ezzel kapcsolatban, akkor mond, de amúgy majd folytatjuk jövő héten. Jó, összesen, összesen csak annyi, hogy arra szeretnék mindenkit kérni, hogyha ilyen van, tehát ilyet tapasztal, akkor meneküljön, töröljön, ne válaszolgasson. Ne, ezért most értem, hogy a tesztkedvéért dolgozunk, nézzük, megértjük, mélyebbre megyünk, abszolút értem, csak ezzel ne csináljuk otthon. Ez az egyetlen kérésem. ilyenkor, hogy ne neverjenek át minket, menjünk inkább távolabb, én ezt tanácsolom mindenkinek. Rendben van. Ö, bá nem, nem hinném, hogy bármi veszélybe sodorhatnánk mi itt magunkat, ugye illegálisan Illegális tevékenységet nem folytatunk, ugyanakkor egy picit eljátszod azunk Irinával vagy Olesziával, nevezük bárhogy. Figyeljetek, ugye ez hogy... nagyon fontos viszont, hogy ezt, 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 amit most mondtam, keresztnevet, ezt így rakjuk el magunknak, de nem, ne használjátok, kérlek. Tehát, hogy ez, ezt, nem, az, nem, 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 ezt nem, ezt nem ezt használjuk. Ezt csak azért, mi, mond, azért mondtam, használni. hogy tudjunk, tudjunk róla, hogy van mögötte egy valós valaki, de ez a valós valaki ugyanúgy lehet áldozat, sőt, nagyon valószínű, ezt hogy. Ezt akarom áldozat. mondani, így van. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy az, aki a két más, az egyáltalán tud-e erről hogy uh -huh. egy teljesen ártatlan civil hölgy, viszont az biztos, hogy az ő képével visszaél valaki. Vagy Í ő, így vagy van. valaki más. Így van. Így van. Oké, Arthur, uh -huh. nagyon izgalmas. Ez egy igazi krimi. Köszönjük szépen, jövő héten akkor véletlenül találkozunk újra. Remélhetőleg. Köszi szépen. <laughs> Köszönjük szépen, Köszönjük szépen, Kelly Arthur, kibervédelmi stratéga. Úgy de izgalmas.